Megalakulásának 25. évfordulója alkalmából december 16-án ünnepi választmányi ülést rendezett az Észak-Magyarországi Vadászszövetség. Két célja volt tulajdonképpen ennek a mai ünnepségünknek, hogy megköszönjük, elismerjük azoknak a munkáját, akik mind az alapítást követően olyan tevékenységet végeztek, ami a vadásztársadalom, a megyei vadászat meghatározó eredményeit adták. Másrészt pedig, ha mód van arra, a személyes kapcsolatokon és barátságokon túl lehetőséget adjanak az új fiatalabb generációnak, ha mondjam azt, hogy a jövő vadászati vezetőinek, hogy leszűrhessék azokat a tanulságokat, amelyeket adott esetben el kell kerülni, vagy amiket tovább lehet vinni az elkövetkezendő időszakokra. Meg kell hagyni, hogy ez egy nemes gesztus volt a megyei vezetés részéről, követendő példa más megyék felé is, és ha összevetjük azt, hogy ebben a negyed században mi mindent tettek, akkor az nagyon sok minden. Nagyon jó érzés volt itt látni, találkozni a régi barátokkal, mondhatom azt is, hogy harcostársakkal, akik tulajdonképpen nagyon sokat tettek, áldoztak azért, hogy mind a vadászat szakmai, mind a vadászati kultúra, hagyományok ápolása, vadászetika megóvása révén a megye vadásztársadalma eredményeket, sikereket tudjon elérni. Hozzá kell tennem, hogy elmúlt egy időszak, 1996-ban egy elfogadott törvény alapján működtek az itteni vadgazdálkodók, és ma mégis akik itt voltak, az érdekelt, hogy mi lesz a következő 20 évben, mert most érkezett el az a pillanat, hogy egy új vadászati törvény született. Minden esetre én mindenkit megnyugtatok, hogy a törvénynek az volt a célja, hogy a jelenleg jól gazdálkodó, szakszerűen gazdálkodó vadásztársaságokat, vadászatra jogosultakat helyezze előtérbe, mert jó kézben látja náluk a vadállomány sorsát. Dr. Székely szavaival élve, hogy átadni a nemzedéknek azokat a hagyományokat, azokat a dolgokat, amik ők felépítettek, megteremtettek. Ebben részt veszünk, próbálunk olyan rendezvényeket létrehozni, amit az elődeink már enyhén megteremtettek nekünk. Ezeknek a színvonalát próbálunk emelni, valamint mindig egy kis újat hozzátenni, hogy egyre több nem vadászó embereket is meg tudjunk szólítani, és be tudjuk vonni ebbe a táborba. Ami kialakult igazán nagyon sok emberbe, hogy itt csak a vad lelövéséről van szó. Nem. Pontosan az, hogy megismerteti nagyon sok civil lakossal, főleg fiatalokkal, azt, hogy mi is tulajdonképpen a vadászat, mi is a vadgazdálkodás. Itt a leglényegesebb dolgok közül azt tartsuk, hogy közelítsük a civil lakosságot a vadásztársadalomhoz, tehát megismertetjük a vadászias életmódot, vadásztársadalom dolgait, gondjait, bajait, és valóban megismerik a mélységébe a vadgazdálkodást. Jó volt látni azt, hogy ezek a régi vadászbarátok itt egymással találkoztak. Volt olyan, aki már, ahogy itt elmondták, 20 évesen találkoztak egymással, és itt ismét sikerült nekik szót váltani és felemlegetni a régi emlékeket.